Gyűlnek a plüssök a svéd szekrény tetejében. A fiúk már versenyeztek, most a lányok készülődnek a tornagálára, melyre a belépő egy-egy letisztított játék volt. Nekem így gerendáznom kell, ilyen talajgyakorlatot kell csinálnom, meg ugrás. Én a legjobban a bukfencet szeretem, de még van gyártya, híd, és még van gerenda. A rendezvényre minden résztvevő plüsssel vagy mosható játékkal érkezett, melyeket a szervezők a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikájának ajánlották. Azt találtam ki, hogy az unokáim is nagyon sokszor mennek sajnos ügyeletre, és milyen jó érzés, hogyha ott kapnak valami ajándékot. Úgyhogy felvettem a kapcsolatot a gyermekkórházzal, és ott egy mosható, fertőtleníthető játékokkal érkeztek, és már hát megtelik lassan, és még egy kör lesz, úgyhogy meg fog telni ez a szekrénytető. Az infrastrukturális fejlesztésnek köszönhetően az utóbbi időben látványosan nőtt a tornászok száma Pécsett. A lányoktól azt várom legfőképpen, hogy érezzék jól magukat, és ez az ő napuk ma, mindenki legyen csinos, és érezze jól magát. A tornagálát egyébként a vírushelyzet miatt tavaly decemberről halasztották idén februárra.